Ferenc pápa és a bíborosi kollégium tanácskozása a kúria reformjáról. Boldoggá avatták első János Pál pápát. Második János Pál pápa és Gorbacsov kapcsolata. Itt a Római Riportokban. Ferenc pápa konzisztóriumra hívta Rómába mind a 226 bíborost. Végül 200-an voltak jelen. A nicaraguai bíboros az országban kialakult politikai krízis miatt nem tudott eljönni. Mások koruk vagy egészségi állapotuk miatt maradtak távol. A találkozó célja az volt, hogy a bíborosok mélyebben megértsék az új apostoli konstitúció, a Predicate Evangelium lelkületét. La iglesia ha estado 9 años. Az egyház a lehető legjobb reformon dolgozott az elmúlt 9 évben. Hosszú folyamat volt, nagyon alapos, sok ember szerkesztette, és mindaddig zajlott a gondolkodás, amíg minden egyes kérdés nem oldódott meg. Most életet kell lehelni a munkába, ami a legnehezebb része. A kétnapos találkozó miatt szokatlanul sok bíboros volt Rómában. Ferenc pápa egy dokumentumot adott ki arról, hogy milyen változások lesznek a kúrián. És még egyszer, ez nem valami új dolog. Ezt már sokkal korábban elkezdték előkészíteni, már korábban is megkaptuk. Most csak újra átnéztük azokat. A hangsúly a missziós dimenzión van, és azt emeli ki, hogy minden megkeresztelt ember misszionárius. Az új konstitúció nagyobb teret ad a laikusoknak a kúrián. Emellett korlátot szab, hogy mennyi ideig lehet egy-egy magasabb pozíciót betölteni. De főként arról szól, hogyan lehet a belső intézményeket jobban strukturálni a hatékonyabb működés érdekében. A bíborosi tanács koordinátora Rodriguez Maradiaga bíboros májusban még azt nyilatkozta, hogy sok olyan terület van, ahol még több reflexióra és változtatásra van szükség. Ferenc pápa és a bíborosok találkozásának második napja pozitív kicsengésű volt. Nagyon meg vagyunk elégedve. A több mint 150 jelenlévő bíboros feladata, hogy ötleteket adjon a pápának a római kúria reformjára. Ez teljesen szabadon, ugyanakkor testvéri hangulatban zajlott. Ez reményre ad okot. A Predicate Evangelium kezdetű dokumentum egy olyan kúria képét vázolja fel, amelyben a misszionáriusi és szinódusi hangsúly jobban érvényesül, gazdaságilag átlátható és kevésbé bürokratikus. Ez azt is elősegítené, hogy a világon lévő egyházmegyékkel a kommunikáció nyitottabb legyen. A konstitúció nem csak a római kúria reformjáról szól, hanem arról a kapcsolatról is, amely a kúria és a világ püspökei között van azért, hogy jobban szolgálják a pápát. A szinodalitás útján vagyunk, és nekem úgy tűnik, hogy ez a lényegi téma. Úgy látom, Ferenc pápa számára is ez a legfontosabb dolog. A kétnapos tanácskozás egyúttal arra is szolgált, hogy a bíborosi kollégium tagjai, akiknek egy része a világ perifériáiról és távolitájairól érkezett, helyi sajátosságokkal gazdagítsák a megbeszéléseket. Az egyházfő és a bíborosok találkozóját egy szentmisével zárták a Szent Péter bazilikában. Ferenc pápa arra kérte a bíborosokat, hogy ne engedjék, hogy a hivataluk presztízse elterelje a figyelmüket, hanem lássák meg az egyház működésének a csodáját. Ripeto la domanda, caro fratello, cara sorella, che stiamo tutti insieme qui. Come va la tua capacità di stupirci? O ti sei abituato, t'ho abituata tanto che l'hai persa? Sei capace di stupirti ancora? A bíborosi találkozó végén a 2025-ös nagy jubileum előkészületeiről is szót ejtettek. Ferenc pápa általános kihallgatási katekézisének új témája a megkülönböztetés. A helyes ítéletalkotás és döntés fontosságáról beszélt, amely teljesen átalakíthatja az ember életét. Il discernimento, come diceva, conforta una fatica.
Secondo la Bibbia, noi non ci troviamo davanti già impacchettata la vita che dobbiamo vivere. No, dobbiamo deciderla continuamente, secondo le realtà che vengono. Dio ci invita a valutare e a scegliere. Ci ha creato liberi e vuole che esercitiamo la nostra libertà. Per questo discernere è impegnativo. Az általános kihallgatás végén a pápa megemlékezett a II. Világháború 83 évvel ezelőtti kezdetéről, és a békéért való fáradozást kérte a zarándokoktól. Oggi stiamo vivendo la terza. La memoria delle esperienze passate vi spinga a coltivare la pace in voi stessi, nelle famiglie, nella vita sociale e internazionale. Preghiamo in modo speciale per il popolo ucraino. Imádkozott a bagdadi parlament épületénél történt események áldozataiért is. Seguo con preoccupazione i violenti avvenimenti verificatisi a Baghdad negli ultimi giorni. Domandiamo a Dio nella preghiera di donare pace alla popolazione irachena. L'anno scorso ho avuto la gioia di visitarla. Io ho sentito da vicino il grande desiderio di normalità e di convivenza pacifica tra le diverse comunità religiose che la compongono. Szeptember 1-én a Teremtésvédelem Világnapján vette kezdetét, azaz október 4-éig, Assisi Szent Ferenc ünnepéig tartó időszak, amelyben az egyház kiemelten imádkozik a teremtett világért. A pápa arra bátorította a zarándokokat, hogy köteleződjenek el a közös otthon védelme mellett. Az általános kihallgatás után Ferenc pápa találkozott a kalkuttai Teréz anyáról szóló film alkotóival. Thank you for your beautiful letter. The film's director. Santo Padre, caro piacere. Saremo molto grati se lei può firmare vostro poster. Grazie. A Teréz anya nincs annál nagyobb szeretet című film premierje előtt Ferenc pápa egy levelet írt a producernek azzal a reménnyel, hogy Teréz anya története minél szélesebb közönséghez eljut. A filmet olyan közönség előtt mutatták be a Vatikán mozitermében, akik kapcsolatban voltak Teréz anyával. Abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy találkozhattam vele személyesen 1981-ben és 82-ben a Dominikai Köztársaságban. Azok a 15-20 perces élmények életem legemlékezetesebb pillanatai között vannak, és nagyon jó volt most mindenre visszaemlékezni a filmet nézve. Az Istennel való kapcsolat olyan finoman van megjelenítve, hogy magad is rákérdezel, milyen is nekem a kapcsolatom Istennel. Mert ha fele baráti szeretetben fejeződik ki, akkor annak hatása van. A római premier után a Teréz anyáról szóló film október elején debütál az Egyesült Államokban. A világ különböző tájáról érkezett 25 színész, énekes és művész találkozhatott Ferenc pápával a Vatikánban. A Vatikán és az Élet Alapítvány által szervezett kezdeményezésen vettek részt, amelynek célja az értékek átadása a művészeten keresztül. Ustedes son los, perdonen la palabra, predicadores. You are the preachers, and I apologize for the word. De la belleza. Ustedes dan belleza. You are the preachers of beauty. So that's somehow is like that. La belleza hace bien. And beauty makes us good. La belleza cura. A résztvevők között jelen volt Jonathan Rumi is, aki a Választott című sorozatban Jézust alakítja, valamint egy mexikói színész és két énekes. Elmondásuk szerint közeli kapcsolatba kerültek a pápával. Ezt üzenték a fiataloknak a találkozó végén. Nézzenek meg egy interjút Ferenc pápával. Egy egészen más pápát fognak látni, mint amit megszoktak. Minden tiszteletem persze a többi pápának is, számomra azonban Ferenc pápa a legvagányabb.
Ahogy a reneszánsz pápák támogatták a nagyművészeket, Ferenc pápa is azt az utat járja, mint elődei, amikor párbeszédet folytat ezekkel az emberekkel. Azt mondta nekünk, hogy legyünk hitelesek. És hogy leszünk azok? Először is, hogy megéljük Isten szeretetét, a felebaráti szeretetet, és hogy a valóságban élünk a hétköznapokban. Mindannyian meg tudtunk nyílni neki, és elmondhattuk, hogy milyennek látjuk a világot. Sok nemzetiséget képviseltünk, nagy részt katolikusok voltunk, pár protestáns, és ahogy Alexander mondta, vannak közöttünk, akik még keresik a hitet. A találkozó újra megmutatta, hogy mekkora erő rejlik abban, ha az egyház és a művészek együtt tesznek a közös jóért. A Vatikán bemutatta Albino Luciani, azaz első János Pál pápa boldoggá avatási eljárásának részleteit. A legtöbb ember többet tud a halála körülményeiről, mint az életéről. Lucianival kapcsolatban három jellemvonást hangsúlyoznék. Olyan pap volt, aki imádkozott, szegényen élt és jól érezte magát az emberek között. Nem azért avatják őt boldoggá, mert a pápákat boldoggá kell avatni. Azért avatnak valakit boldoggá, mert kereste az evangélium lényegét és tanúságot tett róla. Így tett Luciani is. Az az igazság, hogy a halála hosszú évekre aláásta jelentőségét, elterelte a figyelmet ennek az embernek, ennek a pápának a különleges mélységéről. Talán ezt annak a hamis hírnek a számlájára írhatjuk, ami olyan sokáig tartotta magát. A sajtókonferencián bemutattak néhány ránk maradt emléktárgyat is. Például ezt az egyszerű kis papírdarabot, amelyre a hitről, a reményről és a szeretetről készített egy kis vázlatot az első olyan nyilvános audienciájára, amelyen újságírók is részt vehettek. Unokahúga elmesélte, hogy Luciani nővére nagyon izgatott volt a második vatikáni zsinat idején, mert a képernyőn látott valamennyi bíborosról azt gondolta, hogy a testvére az. A visszaemlékezők között volt az a szerzetesnő is, aki gondoskodott a pápáról. Úgy emlékszik, hogy a pápa azt kérte, hogy az ingeinek csak a gallérját és a kézelőjét vassalják, mert úgyis csak azt látják az emberek. Az utolsó visszaemlékező az a pap volt, aki első János Pál pápa közbenjárását kérte azért, hogy egy kislány meggyógyuljon a tüdőgyulladásból. A kislány anyja nem ismerte a korábbi pápát, de a pap meggyőzte, hogy imádkozzon a közbenjárásáért. Roxana, aki nem tudott semmit első János Pálról, kapott némi információt, miközben rohantunk az intenzív osztályra. Két másik nővérrel együtt kezünket Candela testére tettük. A kislány ekkor 11 éves volt, és csak 19 kiló. Egy rögtönzött imát mondtam fejből, amire nem emlékszem. De biztos vagyok abban, hogy azt kértem, hogy Candela maradjon életben, első János Pál közbenjárására. Sokan remélik, hogy első János Pálra nem váratlanul bekövetkezett halála, hanem egyszerű, mégis másokat inspiráló evangéliumi élete miatt fognak emlékezni. Első János Pál pápa boldoggá avatási ceremóniájától még az eső sem tudta távol tartani azt a több ezer zarándokot, aki eljött a Szentpéter térre, különösen Velencéből, ahol pátriárka volt. Renato Marangoni szülővárosának püspöke nyitotta meg a boldoggá avatási szertartást. Benjamino Stella bíboros, az ügy posztulátora, ezek után felolvasta az alázatos pápa életrajzát, aki egy észak-olaszországi munkás családba született. Autoritate nostra apostolica, facultatem facimus, ut venerabilis servus Dei, Ioannis Paulus Primus, Papa, beati nomine imposterum appelletur, atque die vicesima sexta Augusti, quotannis in locis et modis, iuris statutis celebrari possit. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Ekkor a 20. századi pápa arca láthatóvá vált azon a hatalmas vásznon, amit a Szent Péter bazilika homlokzatára rögzítettek.
Homíliájában Ferenc pápa kiemelte, hogy az első János Pál pápa által sugárzott örömet kéri Isten a keresztényektől és az egyháztól. E con il sorriso Papa Luciani è riuscito a trasmettere la bontà del Signore. È bella una chiesa con il volto lieto, eh? Il volto sereno, il volto sorridente. Una chiesa che non chiude mai le porte, che non insaprisce i cuori, che non si lamenta e non cova risentimento. Első János Pál pápa öröksége az öröm. Őt mindenki a mosolygó pápaként ismerte. Mindössze 33 napra volt szüksége, hogy átadja pápaságának szeretetről szóló, lenyűgöző üzenetét. Második János Pál pápa és Mihail Gorbacsov személyes kapcsolatot ápolt egymással. 2014-ben Oroszország jelenlegi szentszéki nagykövete ezeket osztotta meg a pápa és az orosz elnök 1989. december 1-jei találkozójáról. Gorbacsov elnök el volt ragadtatva a pápával való találkozás után. Nagyon elismerően beszélt róla, mély benyomást tett rá a pápa tudása, erényessége és az is, hogy bátorítását küldte a Szovjetunió népének. Második János Pál találkozója Gorbacsovval a perestrojka támogatása is volt. Így nyilatkozott Gorbacsov 2003-ban a lengyel pápáról. Kettejük kapcsolatát kutatta az az ember is, akinek Második János Pálról szóló publikációja elé Gorbacsov írt előszót. Nagyszerű példája annak, amit Ferenc pápa írt le. Két különböző személyiség, akik képesek voltak a párbeszédre, felismerték egymásban az értéket, és mindketten értették a másik helyzetét. Látszólag egymással kibékíthetetlen pozíciók elvezethetnek oda, hogy megváltoztassák a világot. Az Európai Bizottság elnöke Ursula von der Leyen részt vett a tezéi közösség egy találkozóján. Ott mondta el, hogy a közösség mekkora erőt adott a családjának, amikor testvére meghalt rákban. A kételkedés és a sötétség ideje volt. És Tezé és a tezéi lelkiség, amelyről oly sok mindent elmondtunk ebben a két napban, sok reményt és bizalmat ad a jövőben. És ez volt a helyzet 50 évvel ezelőtt is. Visszaadta a világosságot, a bizalmat és a reményt a családomnak. Ezért mind a mai napig hálás vagyok. A tezéi találkozók húsvétkor kezdődhettek el újra. A fiatalokkal való beszélgetés során von der Leyen asszony volt az egyik vendégelőadó és Európa kihívásairól beszélt. De Európa, mint ilyen, sohasem kész. Sosem lehet elérni egyszer és mindenkorra. Európa egy munkafolyamat, minden nemzedék felelőssége előbbre vinni és jobbá tenni. A tezéi ökumenikus keresztény közösséget Roger Schütz alapította 1940-ben, hogy előmozdítsa a keresztények közötti harmóniát. Sri Lanka eladósodással, ellátási hiányokkal és politikai elnyomással küzd. A rizstermelés jelentősen visszaesett, benzint pedig szinte lehetetlen beszerezni. A tiltakozások a korábbi elnök számüzetéséhez vezettek. A tüntetések vezetői közül azonban most sokakat le akarnak tartóztatni. Jevanta Peris atya az egyikük. Egy pap, aki titkos helyeken bujkál, miközben a kormány üldözi őt. Rómában az egyik kollégája mesélte el a történetét. A tüntetések után a kormány megpróbálja letartóztatni a legtöbb vezetőt, akik az elnök és a korábbi kormány elleni legutóbbi tiltakozások élére álltak. Ő volt az egyik ilyen vezető, aki valóban lelkesítette a csoport vezetőit, ezért most megpróbálják letartóztatni. Nyílt elfogató parancs van ellene. Sanil atya úgy véli, hogy a kormány kihasználja a szükségállapotról szóló törvényt, hogy elhallgattassa az elégedetlen polgárokat.
Amikor a szükségállapot törvény érvényben van, a rendőrség letartóztathat embereket. Ez valami olyasmi, ami túlmutat az ország normális törvényein. Tehát ennek ürügyén, ennek a szükségállapot törvénynek a segítségével nagyon gyenge ürügyekkel tartóztattak le embereket. Különösen legutóbb, hogy befogják a tüntetők száját, mert a kormány attól fél, hogy összefognak ezek a vezetők. Perisz atya és más vezetők letartóztatása és üldözése miatt a Sri Lankai Egyház elítélte a helyzetet. 21 vallási kongregáció több mint 1600 pappal és hívővel aláírt egy dokumentumot, amelyben kifejezték aggodalmukat a kormánnyal kapcsolatban, és szorosan figyelemmel kísérik az eseményeket. Az üldözés nem csak a katolikusok ellen irányul. Két buddhista szerzetes ellen is letartóztatási parancs van érvényben. A tiltakozók többsége nem politikai pártok tagja, és ez teszi még érdekesebbé a helyzetet, mert a legtöbbjük a szociális jogok védelmezője. A szegényeknek és azoknak az embereknek az érdekében beszélnek, akiket az országot sújtó gazdasági nehézségek érintenek. A kongregáció tagjai is bírálják a kormány döntéseit, amelyek ide vezettek. A fő ok a pénzzel való rossz gazdálkodás és a helytelen politika, a helytelen gazdaságpolitika, valamint mindenek előtt a korrupció volt, ami az évek során történt. Politikusok, akik elrabolták a nép pénzét. Mindezzel együtt úgy gondolom, hogy most jutottunk el erre a szintre. Ferenc pápa aggódik, és több olyan üzenetet is küldött, amelyre a sri lankaiak továbbra is figyelnek, vallási meggyőződésüktől függetlenül. Nemrég 100 000 eurót adományozott a 2019-es terrortámadás áldozatainak. Következő adásunkban Ferenc pápa a kazahsztáni útjának előkészületei itt a római riportokban.